Márciusban indul az újabb nemzeti konzultáció, amelyben több témáról is kikéri az emberek véleményét a magyar kormány. Így szó lesz benne az illegális bevándorlókat érintő kártérítési esetekről is. De lesz kérdés az úgynevezett börtönbizniszre vonatkozóan is. Az Origo hívta fel a figyelmet a Battonyai Rémként ismert férfi esetére, aki beperelte a magyar államot és 2,5 millió forintos kártérítést kapott. Az országgyűlés kedden döntött úgy, hogy június 15-ig nem fizethető ki börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítás. A magyar kriminalisztika történetének egyik legbrutálisabb bűnügyeként tartják nyilván az úgynevezett Battonyai Rém és társai által elkövetett gyilkosságot. M. Zoltánék csaknem 3 éven át rendszeresen kegyetlenül kínoztak egy fiatal nőt, aki náluk lakott. Az áldozat 2010-ben belehalt a sérüléseibe, a gyilkosai pedig elásták a holttestét, amely 1 évvel később került elő a Békés megyei Battonyán. A magyar közvéleményt megdöbbentette a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, amelynek ügyében a jogerős ítéletet végül a szegedi ítélőtábla mondta ki 2015-ben. M. Zoltán elsőrendű vádlottként tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést kapott. Soha nem szabadulhat, mégis több milliós kártérítést kapott a Battonyai Rém, írja az Origo. A cikk szerint M. Zoltán a börtönbizniszben résztvevő ügyvédek segítségével beperelte a magyar államot, és 2,5 millió forintnál is több kártérítést kapott azért, mert a bíróság szerint az alapvető emberi jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt sérültek a gyilkos emberi jogai. Egyetértenek-e a magyarok az elítélteknek az állammal szemben indított kártérítési pereivel? Többek között erről is szól majd a március közepén induló újabb nemzeti konzultáció egyik kérdése. Az országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Az országgyűlés kedden úgy döntött, hogy június 15-ig nem fizethető ki börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítás. A jogszabály rögzíti azt is, hogy a kormánynak május 15-ig a hamarosan induló nemzeti konzultáció eredménye alapján új jogszabályt kell kidolgoznia. Ifjabb Lomnici Zoltán, a századvégi jogi szakértője, alkotmányjogász most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt, kezdjük csokron! Kezdjük akkor a Battonyai Rémmel kapcsolatos hírrel. Ugye 2,5 millió forintos kártérítést kapott. Most megpróbálom feltenni azt a kérdést, amit szerintem az emberek többsége feltett magának, aki ezt olvasta. Hogy lehet az, hogy egy ember, aki 3 évig válogatott borzalmakkal kínzott egy fiatal nőt, kártérítést kaphat? Leginkább, hogyha egy technokrata választ adnék, ami kibújás természetesen a kérdés súlya alól, akkor azt mondanám, hogy 2 külön eljárásról van szó, hiszen az egyik egy a konkrét cselekményt vizsgáló büntető eljárás, a másik pedig egy ettől függetlenül indult, és hát mondjuk így, hogy polgári jogi szempontokat illetve, ezen belül pedig a börtön viszonyok, a zsúfoltság, a szellőztetés, a napfény mennyisége és az egyéb szempontok figyelembevétele alapján megállapított kártalanítás. Ugyanakkor én tekintettel arra, hogy ezt az egészet nem lehet kiemelni abból a kontextusból, meggyőződésem szerint, hogy érzékenyítették a bírákat, úgy látom, hogy súlyos károkat okozhatott az igazságszolgáltatásnak az, hogy NGO-k, álcivil jogvédő szervezetek bizonyos értelemben többé-kevésbé befolyással lehettek az egyoldalú, egyébként sok esetben szélsőséges liberális jogfelfogásukkal a magyar bírói karra. Elhitethették egyes bírákkal, hogy ez az egyetlen járható út, amit ők fontosnak tartanak, itt ugye több szervezet neve felmerült, Háttértársaság a melegekért, Magyar Helsinki Bizottság, és még sorolhatnánk ezeket az úgynevezett NGO-kat. Tehát
adott esetben úgy is fogalmazhatnánk azoknak, akik ezt az elementáris elejű kérdést felteszik, hogy mi lehet a háttérben, sok összetevő és együttható, én kiemelném, és nagyon súlyosnak ítélem a bírák érzékenyítését, de természetesen a jogegységesítés folyamatában is nyilván van hova fejlődnünk, illetve talán az is, hogy a jogalkotó 2010 után egy teljesen más irányt vett a büntető politikában, és hát azok a bírák, akik ezt nem teszik magukévá az úgynevezett jogalkotói szándékot, ezt a magatartást is azt gondolom, hogy mindenképpen szóvá lehet tenni. Ugye itt van a Battonya Irém esete, de ugye nagyon sok ilyen eset van. Tegnap is pont beszélgettünk arra, hogy milyen sok ügy van folyamatban. Ezek az ítéletek, ezek hogyan hatnak vissza? Tehát amikor ezt elolvas egy átlagos állampolgár az újságban vagy az interneten, akkor mit gondol erről, hogy akkor hogy fogja ő megítélni mondjuk a bírákat? Hogy fogja megítélni a jogalkotót? Mert szerintem az emberek fejében ez nem válik szét. Tehát azt mondják, hogy micsoda törvények vannak itt Magyarországon, hogy egy ilyen ember kártérítést kaphat. Ebben önnek teljesen igaza van, és ez egy meggyőződésem szerint pontos és objektív megállapítás. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a magyar bírói gyakorlat több rétegű, és egy 2000 előtt, tehát egészen pontosan 1990-ben indult, egyébként alkotmánybírói jogfejlesztésből táplálkozik sok esetben, és hát azt tudjuk, hogy annak az alkotmánybíróságnak az elnöke Sólyom László azt vallotta, hogy a bírónak például a gazdasági következményeivel nem kell számolnia, törődnie egészen pontosan akkor, amikor egy ítéletet hoz, és hát természetesen ebből sok minden leágazás és következmény fakadhat az ilyen jellegű szemléletből, nem kell figyelemmel lennünk a társadalmi reakciókra, nem kell figyelemmel lennünk egyébként a következményekre, amelyek egy-egy döntésből fakadnak. Szándékos felelőtlenség. Szerintem ez a kulcsszó azoknál a szervezeteknél, amelyek nézzük meg, megítéltetik a kártalanítás, és utána igazából nem, sok esetben nem törődnek azzal, hogy mi lesz ennek a következménye, hátrányos következménye a társadalmi megítélés szempontjából. Összeugrasztanak társadalmi csoportokat, majd megszűnik ez a bizonyos CFCF nevű szervezet, amely a Gyöngyös Patát kirobbantotta. Ahmed H. ügyében mindenki felzúdul, majd amikor megkérdezi a magyar kormány, hogy tessék, itt van, vegyétek át, fogadjátok be, akkor is most már kiterjesztem ugye az európai politikai térre is a diskurzust, senkinek nem kell Ahmed H. Tehát sok esetben tapasztaljuk, hogy ez a szándékos felelőtlenség, amellyel bizonyos helyzeteket előidéznek ezek az álcivil szervezetek, nem véletlenül tiltotta ki jó néhányat Izraelből. Itt hosszabb eszmefutatást folytathatnánk arról, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás mennyire párhuzamos azzal, ami Izraelben történik, ez a bojkott mozgalom, ami miatt kitiltottak számos civil szervezetet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is vizsgálni kell ezeknek az NGO-knak a tevékenységét. Ha már említettük a Helsinki Bizottságot, illetve Ahmed H-t, akkor egy másik bevándorlással kapcsolatos kártérítési ügy, ugye a két bangladesi férfi, ugye ez is nagy port vert fel annak idején, őnekik is megítélt pénzt a bíróság, de mire ugye ezt megkaphatták volna, gyakorlatilag eltűntek valahol, valószínűleg elhagyták az országot, ezt ugye nem lehet tudni biztosan. Ugye itt is feltehetjük a kérdést, hogy ugye itt a börtön kártérítések kapcsán láttuk, hogy nagyon sok ilyen eset van. Az emögött álló civil szervezetek azok hasonlóak, mint ami a két illegális bevándorló esetében láttunk? Gyakorlatilag ki kell jelentenünk, hogy amit a köznyelv soros hálózatnak nevez, illetve soros szervezeteknek, valahogy az úgynevezett, szintén a köznyelven már elterjedt börtönbiznisz, migránsbiznisz intézményei mögött felbukkannak. Tehát itt egy összefüggő hálózatról és visszatérő szereplőkről beszélhetünk ebben az ügytípusban is, például ami a migránsokat illeti, és itt is gyakorlatilag arról van szó, hogy
mindaddig demokratikus és jogállami egy megoldás, vagy egy jogintézmény, amíg az ő érdekeit szolgálja, az ő érdekeiket szolgálja, és abban a pillanatban, hogyha rámutatnak egy-egy általuk folytatott gyakorlat visszásságaira, akkor rögtön egyébként a nemzetközi kapcsolatrendszerrel visszaütnek. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy egyébként ezek a szervezetek olyan módon a jog diplomatái, vagy a jog világának diplomatái, hogy úgy érzik, hogy jog felett állnak. Ők ítélik meg egy-egy intézmény demokratikus, vagy nem demokratikus mi voltát. Ebben szintén azokkal értek egyet, akik azt mondják, ahol nincs befolyásuk, az nem demokratikus, lásd közigazgatási bíróság, fel akart állítani a kormányzat, rögtön támadták, hogy ez illegitim és nem elfogadható. Tehát még egyszer csak azért utalok vissza akár az Egyesült Államok beli, akár az izraeli példára, mert ott is eljutott utóbbiban a jogalkotó a Knesset odáig, hogy először csak finanszírozási átláthatóságot követelt, államilag támogatott, külső államok által támogatott civilektől, majd egyszerűen kitiltásig fajult ez a mondjuk így, hogy jogalkotási folyamat, illetve a kormányzat megelégelte azt a fajta visszaélésszerű joggyakorlást, amit ezek a szervezetek folytatnak, mert ez bizony nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági kockázatot jelent, és meggyőződésünk sokaknak, hogy nem az a célja az ilyen jellegű akcióknak, akár a börtönök, akár a migránsok kapcsán, hogy jót tegyenek, hogy segítsenek bizonyos folyamatokat, hogy segítsenek bizonyos emberi jogokat érvényesülni, hanem emögött kőkemény pénzügyi érdekek húzódnak meg elsődlegesen. Ifjabb Lomnici Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.